Megújult a Vizslaparki utca. Térköveztek és szegélyeztek a szakemberek. Értéket teremtünk. Bemutatták a közfoglalkoztatottak munkáit. Átadták az adományt. Ezúttal a családok átmeneti otthona volt a kedvezményezett. Ez az a Zalaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, H. Horváth Gyula vagyok. 2024. szeptember 3-a kedd van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Elkészült a Vizslaparki utca burkolat felújítása. A szakemberek a lesüllyedt térköveket, valamint a parkolók szegélyét is kicserélték. A beruházás az arányos városfejlesztés jegyében valósult meg. Az útszakaszon az elmúlt években közműrekonstrukciós munkát végeztek, a felületet felszabdalták a nyomvonalak, ami az itt közlekedők számára balesetveszélyessé vált. Tavaly évben 2023-ban egy kehopos projektnek köszönhetően itt a Vizslaparki úton, a Kisfaludi utcától be egészen a Kerámia lakóparkig sikerült megújítani az utcában a teljes ivóvíz és szennyvízvezeték hálózatot. Akkor döntöttünk arról, hogy 2024-ben a költségvetési rendeletben biztosítunk forrást az utca teljes aszfaltozásra, most 2024 nyarán elkészült ez a beruházás végig. A szakasz északi oldalán az aszfaltburkolat javítása mellett a csapadékvíz elvezetésére is kiemelt figyelmet fordítottak. A korábbi előregedett sérült rácsos víznyelőaknák helyett újakat építettek be. Július hónapban kezdődő útépítési munkák során a lakóút burkolata 120 folyaméter hosszan és 6 méter szélességben újult meg. A projekt keretében mintegy 70 köbméternyi aszfaltkötő és koporréteg került beépítésre. A merőleges beállású parkolóhelyek előtti kászszegély cseréje is megvalósult 90 folyaméter hosszon. A sajtótájékoztatón Balai Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere kiemelte, a városvezetés a következő 5 évben újabb 100 út, járda és parkoló rekonstrukcióját tervezi. Az elmúlt időszakban itt a környéken számos felújítás, megújulás történt, a járdától kezdve a Vizslapark megújításán keresztül egészen az új házak megépítéséig, és ideje volt, hogy miután a járda és a parkoló már korábban elkészült, maga az úttest is megújuljon. Ehhez természetesen az arányos városfejlesztés mint programot vettük figyelembe, nagy segítsége tekintetben a Kovács Károly városépítő program is. További infrastruktúrális fejlesztések várhatók a település részen is. A Vizslaparki utcában legközelebb a lámpákat fogják lefesteni. Értéket teremtünk címmel mutatták be a közfoglalkoztatásban dolgozók által megtermelt javakat a Göcsei Tudásközpont előtt. A kormányhivatal rendezvényén 10 zalai falu, valamint Somogy és Vasvár megyei községek vettek részt. Az esemény célja az volt, hogy a program résztvevői és a lakosság megismerhessék a különböző településeken végzett munkát. A támogatási forma 13 éve indult el, emlékeztetett Réti Pál, a közfoglalkoztatás és vízügyek területéért felelős helyettes államtitkár. Úgy fogalmazott, a program azóta kulcsfontosságú szerepet játszik a résztvevők életminőségének javításában. Most 68 ezer fő van a közfoglalkoztatásban. Hát nagyon-nagyon sok közfoglalkoztatott, aki végigment ezen a tranzit foglalkoztatási lehetőségen, nevezzük annak, mert valahol ez az, és a cél az, hogy a nyílt piacra tudjuk az embereket kivinni a nyílt piaci munkahelyekre, de én azt gondolom, hogy ennek az eredményei ebben a számosságban megmutatkoznak. Tehát 68 ezer fő közfoglalkoztatott van szembe a 2016 évi 230 ezeres létszámmal. Víg László országgyűlési képviselő a falvak fejlesztését részletezve a támogatás jelentőségét hangsúlyozta. Sifter Rózsa főispán köszöntőjében kiemelte, az elmúlt 10 évben több ezer munkahelyet teremtettek. A kisebb településeken azonban ez nem elég, mivel távol esnek a szabályozott foglalkoztatási lehetőségektől. 2014-ben a közfoglalkoztatási programnak köszönhetően közel 10 ezer ember élt ezzel a lehetőséggel vármegyénkben. Most elmondhatjuk, hogy ez a szám már csak 1400 fő, ez a 2023-as adat, de ez még mindig azt mutatja, hogy Zalavár megyében vannak, akik rászorulnak erre a foglalkoztatási formára. Erre példa Türje is, ahol a közfoglalkoztatottak gyümölcstermeléssel és feldolgozással foglalkoznak, kertészkednek, valamint karbantartási és felújítási feladatokat látnak el. Mindig próbáltunk valamilyen olyan dolgot kitalálni, ami hasznos a település számára is, és valami olyan értéket állít elő, ami látványos a falu számára is. Tehát a mezőgazdasági programban ott
6-7 éve telepítettünk gyümölcsfákat, 1000 almafát, 50 szilva és barackfát, amik már most termére fordultak, sikerült egy ilyen gyümölcsléfeldolgozót is építeni. 2011 óta több mint 44,5 milliárd forint támogatást használtak fel Zalavár megyében. Az idei hozzájárulás összege meghaladja az 1,6 milliárd forintot. Átadták az Aqua City jótékonysági napján összegyűlt adományt a családok átmeneti otthonának. Idén rekordösszegű bevétel született, a több forrásból táplálkozó 15 millió forintot meghaladó összeget a tervek szerint az intézmény felújítására költik. A vízi komplexum 2002-ben nyitott. A jótékonysági rendezvény ugyanekkora múltra tekint vissza. A polgármester kiemelte, mivel ennek szervezésében kezdettől részt vesz, személyes tapasztalata, hogy a program nem csak a kedvezményezettek, a segítők számára is örömteli. Úgy érzem, azoknak is jót teszünk, akiket bevonjuk ebbe, akár szervezőként, akár a főzőcsapatok tagjaiként, akár látogatóként, vásárlóként, vagy éppen támogató cégként, mert valóban nem egy elcsépelt dolog azt mondani, hogy jót cselekedni jó dolog. Hasonlóképpen vélekedett az eseményen résztvevő Víg László országgyűlési képviselő. Emellett megköszönte az Aqua City dolgozóinak, hogy tiszta, rendezett körülmények fogadták, az egy-egy átlagos hétvégi nap 2000-es forgalmához képest is kiemelkedő jótékonysági nap mintegy 5000 résztvevőjét. Böcskei Zsolt a helyszínt biztosító létesítmény vezetőjeként úgy nyilatkozott az érdem munkatársaié. Leginkább a kollégáknak szól a dicséret, hisz ők tettek ezért rengeteget. Nagyon sokat készültek és dolgoztak azért, hogy ez a rendezvény így zökkenőmentesen le tudjon menni. A Magyar Vöröskereszt Zalavár megyei szervezetének igazgatója különleges évfordulóra hívta fel a figyelmet. Zalaegerszeg önkormányzata ugyanis éppen 30 évvel ezelőtt, 1994-ben kötött szerződéses megállapodást arról, hogy a város kötelező feladatát, a hajléktalan ellátást, illetve a családok átmeneti otthonának működtetését a Vöröskereszt Zalai Szervezete végzi. Ez a koronája, ez a jótékonysági rendezvény ennek az egésznek, hogy igenis az emberekben van jó szándék, van akarat, és van segítő szándék. Tehát az, hogy mindenki elment, és tudta, hogy mire gyűjtünk, és tudta, hogy ez biztos, hogy oda is fog kerülni, és ez fölkarolta a város, fölkarolta az intézmény. A családok átmeneti otthonában jelenleg 40-en élnek. A befolyt összegből a szobák szépülnek meg, amire egy évtizede nem volt forrás. Az intézmény lakószobáinak felújítását tervezzük, teljes körű felújításra törekszünk, ami jelenti a padozatcserét, falakfestését, ágyak, szekrények beszerzését. Alig néhány nap múlva folytatódik a jótékonysági rendezvények sora. E hét szombaton várja a látogatókat a Vadpörkölt és Borfesztivál Zalaegerszegen. Nemzetközi térségi kiállítás és vásárt kulturális és gasztronómiai seregszemlét rendeznek szeptember 14-én Felsőrajkon. Az érdeklődők hagyományos kézműves termékek közül válogathatnak, míg a bazárban mintegy 50 helyi termelő árulja majd műves portékáit. A rendezvényen kihirdetik továbbá Zalavár megye legfinomabb nemzeti süteményét, hangzott el a sajtótájékoztatón. A versenyre bármely ország tradicionális édességével lehet nevezni, amelyet szakmai zsűri értékel. A döntéshozók az első három helyezettet az ízvilág és az összbenyomás figyelembevételével választják ki. Minden település csak egy süteménnyel nevezhet. Most az idén nemzetközivé tettük a süteményversenyt, hiszen egy-egy nemzet süteményét várjuk. Díszvendégünk Szlovénia, ők is hoznak egy-egy süteményt, illetve hát az várjuk a szomszéd és környező településektől, hogy mindenki nevez egy ország süteményével. Ez azért fontos számunkra, mert a gasztronómia, azt hiszem, Zala megyében nagyon híres, nem véletlenül mondják a Dödöle hazájának, aztán nagyon híres a szarvaspörköltünk, és sorolhatnám az a sok-sok ételt, amit itt el tudunk készíteni. A desszertekből kóstolni és vásárolni is lehet majd a helyszínen szeptember 14-én. A bevételből a Suli Harmónia 2007 gyermekeket segítő alapítvány támogatják,
akik minden évben aktívan részt vesznek a vásáron. Évek óta bekapcsolódunk a programba, az iskola itt helyben az alapítvány fenntartásában van, és a gyerekek, a pedagógusok, én magam szívesen jövünk segíteni. A gyerekek fellépnek, kultúrprogramot adnak minden évben. A pedagógusok, én személy szerint az alapítvány munkatársa pedig az egész napban segítjük, hogy minél jobb vásár legyen, vendégeket kiszolgáljuk, eljátjuk a rendezői feladatokat. A várudvarban a gasztroprogramok mellett kulturális előadások is várják a közönséget. Az ingyenes eseményen színpadra lépnek többek között a Szivárvány Dalkör tagjai, a Hevesi Sándor Színház színművészei és az Albatrosz Táncsport Egyesület. A palettát tovább színesíti a Szüreti Kézműves Játszóház, ahova kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. Megtartotta évadnyitó családi napját a Griff Báb Színház. A program ezúttal is számtalan előadást, interaktív gyermekműsort, kézműves foglalkozásokat és zenei koncertet kínált az érdeklődőknek. A családi nap olyan közösségformáló program, amely közelebb hozza a közönséget az alkotókhoz. Így volt ez ezúttal is. Beszélgetések alakulnak ki, jókedv, vannak játékaink, amiket itt láthatunk a háttérben. Ezen nagyon sok gyerek szereti ezt a kis ökojátékunkat, rajzolhatnak, kézműveskedhetnek, megvárják a következő előadást, vagy hazamennek, visszajönnek. Tehát, hogy egy kicsit mobil hétvége, azon kívül pedig az évadunkat is tudjuk reklámozni. A kicsiknek lehetőségük volt pillangók készítésére, míg a türelmesebbek a nemezelést is kipróbálhatták. A kézműves játékok az elhangzott mesékhez kapcsolódtak. Volt egy süni, aki azt szerette volna, hogy ne szúrjon többé, és végül az egyik bokor rabogyóival megajándékozta úgy, hogy felszúrta a bogyóit, és nem szúrt többé a süni. Az alkotás mellett a környezetvédelemről is tanulhattak a résztvevők. A Báb Színház 4 égtáj játszótere, amelyet Sisak Péter készített, évek óta népszerű a gyerekek körében. Picit megismerkedhetnek azzal, hogy a környezetvédelemmel, hogy hogyan, mit tudunk érte tenni, hogy ezt a honlapunkon is el lehet olvasni. Nagyon nagy sikere van egyébként ennek a játékunknak. Nagyon sok fesztiválon voltunk a nyáron, ezt már körülbelül 2 éve csináljuk, és nagyon szeretik a nézőink. A legkitartóbb vendégek gyermekzenei koncerttel zárták a napot. Tamás Éva Ébredezés című előadása táncra hívta még a legfáradtabbakat is. A színészek szeptember 14-én egy norvég népmesével kezdik az évadot, közben a családi napokat is folytatják. Meghosszabbította a Rejtőzködők kincsek című kiállítását a Göcsei Múzeum. A tárlat egy magángyűjtő féltve őrzött képeit mutatja be a közönségnek. Olyan értékes festményeket tekintetnek meg az érdeklődők, mint Munkácsi Mihály egy szalonképe és férfi portréja, Brodszky Sándor tájképe, Czóbel Béla csendélete, idősebb Markó Károly itáliai ihletésű toszkán tájképe, Székely Bertalan bibliai tematikájú festménye. A kiállítás szeptember 11-éig látogatható, 2-től vasárnapig 10 és 18 óra között. Diákok kedvezményes áron 500 forintért válthatnak belépőt. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Megújult a Vizslaparki utca. Térköveztek és szegélyeztek a szakemberek. Értéket teremtünk. Bemutatták a közfoglalkoztatottak munkáit. Átadták az adományt. Ezúttal a családok átmeneti otthona volt a kedvezményezett. Ez volt az Alegerszegi Televízió híradója 2024. szeptember 3-án kedden. Friss hírekkel legközelebb szerdán este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon a www.egerszegihírek.hu oldalon tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió további műsorait a www.zektv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Viszontlátásra!